Európai viszonylatban még mindig túl magas a magyar utakon futó járművek átlag életkora. Hogy ezen milyen intézkedésekkel, támogatásokkal próbálnak itthon javítani, arról is beszámolunk hamarosan. Előbb mutatjuk, milyen témákkal foglalkozunk még a mai adásunkban. Köszöntöm Önöket! Munkában a név is. Az ellenőrzések mellett a tájékoztatás is folyamatos. Új autópiac. Nem esett vissza drasztikusan a kereslet az előző hónapban. Tenyésztő versus taporító. Nem mindegy, kitől vásárolunk kölyökkutyát. Egész évben folytat ellenőrzéseket, próbavásárlásokat és termékteszteket, akár laboratóriumi körülmények között is a NÉBIH, mint élelmiszer és termékbiztonságot ellenőrző hatóság. Az idei év azonban a hivatal munkája szempontjából is hozott változásokat. 2020-ban sem pihentek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. Ellenőrzéseik során a nagyáruházaktól kezdve a termelői piacokon át az online teret is érintve igyekeztek felderíteni a hazai piacot. Hatósági munka szempontjából az év azért még nagyon messze van, tehát nagyon összefoglalást még korai lenne tenni, de hát nyilván vannak tapasztalatok. Az idén is szezonális ellenőrzéseket hajtottunk végre, 2 tavasz és nyári szezonális ellenőrzés volt, ami az egyik legjelentősebb feladat, nem csak a NÉBIH, hanem a teljes általános élelmiszerlánc felügyeleti hatóság számára, azaz a kormányhivatalok számára is. A 2 ellenőrzés során 4500 létesítményt látogattak meg a kollégáim, és 15.000 hazai külföldi élelmiszer tételt vizsgáltunk meg a NÉBIH laboratóriumaiban. Alapvetően vannak természetesen pozitív és vannak negatív tapasztalatok, változások is. A higiéniai szabályok megszegése még mindig gyakori probléma, képzettséggel kapcsolatos problémák is gyakran fordulnak elő a létesítményeknél, viszont a másik oldalon a nyomonkövetés tekintetében egyre jobb a helyzet, egyre kevesebben próbálnak meg ismeretlen eredetű élelmiszert értékesíteni. 12,5 tonnányi élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Ez a vizsgált termékeknek az 5%-a, még mindig a lejárat utáni forgalmazás, illetve jelölési hibák a fő ok, bár tény, hogy csökken a mennyisége ezeknek a élelmiszereknek, tehát talán itt is egy javulást láthatunk. Azt is érdemes elmondani, hogy bár sok hibát lehet találni, ugye a sajtóban mindig megjelenik, mindig mindent transzparensen nyilvánosságra is hozunk, de ez a felszín, hogyha számokat látjuk, azért egy 4500 létesítményből, 15.000 tételből viszonylag alacsony számú a hiba, tehát még mindig elmondhatjuk, hogy Magyarországon jó az élelmiszerbiztonság helyzete. Ezen kívül egyébként nagyon fontos hangsúlyt helyezünk a tájékoztatásra, a vásárlók tájékoztatására, ezért volt zászló ellenőrzés is, itt is közel 700 üzletben jártak a kollégák, ugye ez a zászló ellenőrzés, ez azt a célt szolgálja, hogy látható legyen, hogy mely országban állították elő a hús terméket, azon túl, hogy szövegesen is ki kell írni a boltokban ezt az információt. Szintén komoly vizsgálatokat folytattunk a piacokon, zöldséggyümölcs értékesítés területén 15 termelőnél kellett az őstermelő igazolványt bevonni, és 20 esetben szabtunk ki bírságot, tehát mindez 271 forgalmazó ellenőrzése során. Szintén az információ átadást szolgálja, a tudatos vásárlói magatartásnak a kialakítását szolgálja a SuperMenta programunk. Itt is 9 termékkörben 192 terméket vizsgáltunk, oly módon, hogy itt nem csak a hatósági, hanem a kedveltségi vizsgálatot is elvégeztük, tehát egy minőségi vizsgálatot is végeztünk, ezzel tájékoztatva a vásárlókat, hogy ízre is milyen termékek azok, amelyeket ajánlani, javasolni tudunk, melyek azok, amelyek jobban szerepeltek a versenyben, és hát nyilvánvalóan folytatódnak a fekete kereskedelem és hamisítás elleni ellenőrzések, a központi kiemelt ellenőrzések, itt is hát 500 fölötti ellenőrzést hajtottak végre a kollégák. Mindemellett sajnos a járványügyi területén madárinfluenza, afrikai sertéspest is miatt nagyon számos állattartót kellett ellenőriznie az állategészségügyi hatóságnak. És talán még egyet emelnék ki, ami messze van az élelmiszerbiztonságtól talán, de mégiscsak a népiknek egy fontos feladat, a faanyag kereskedelmi láncnak az ellenőrzése. Itt elsősorban az import árunak az ellenőrzésével foglalkozunk az egyik oldalon, tehát a vállalkozók versenyképességének, versenytisztaságának a megőrzését próbáljuk. 150 esetben volt ilyen ellenőrzés, ami jelentős felkészülés adatgyűjtés igényel, NAV-tól kapott adatok alapján végezzük. Az ellenőrzések mellett a lakosság tájékoztatása is fontos feladata a hivatalnak, melynek érdekében folyamatosan fejlesztik online felületeiket és tájékoztató rendszereiket. A kialakult járványhelyzet közben a személyes tanácsadás módját is megváltoztatta. Természetesen a pandémia nem csak a lakosságot, hanem a vállalkozások mindennapjait is átrendezte, éppen ezért a hatóságnak is változtatnia kellett. Mindezt annak ellenére is, hogy tudjuk, hogy közvetlen élelmiszerbiztonsági veszélyt a koronavírus nem jelent, még soha nem fordult elő élelmiszerrel vagy élelmiszercsomagolásával fertőzést okozott volna a vírus, de mégis az elővigyázatosságot meg kell tartani. Azaz úgy próbáltuk átalakítani az ellenőrzést, hogy az élelmiszerbiztonsági követelményekkel ne csökkentsünk. Ezt elsősorban támogató ellenőrzésekkel érjük el. Koronavírus tematikus haloldalt hoztunk létre, hogy ebben a nagy médiazajban hiteles információkhoz jussanak a vállalkozások, de a vásárlók is, mindenki. Javaslom is ennek a honlapnak a felkeresését, hogyha valaki információt szeretne a Covid-ról kapni élelmiszerbiztonsági szempontból. Emellett termelőkereső felületet is létrehoztunk, hiszen jól megmutatta ez a járvány is, hogy a régóta sérthetetlennek hitt globális piac mennyire sérülékeny, és hogy a rövid ellátási láncnak milyen nagy szerepe van, tehát helyi termékek, helyi termelők termékei bizonyos szempontból egy ilyen helyzetben nagyon felértékelődnek, nagyon jelentős biztonságot nyújthatnak számunkra. Az állattartók számára is tettünk lehetőséget, hogy az állatorvos ezt az állatos felelősségével online receptet is kiállíthattak az állatorvosok, és így gyorsabban tudott az állattartó is hozzájutni a szükséges gyógyszereket. Nem csak az élelmiszer előállításban végeztünk segítő auditokat, hanem a vendéglátásban, közétkeztetésben is, mert nagyon fontos terület, hiszen sokan veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Itt is próbáltunk arra figyelni, arra felhívni a figyelmet a vállalkozóknál, hogy hogyan tudnak jól és hatékonyan megbirkózni ezzel a helyzettel, amit a koronavírus jelent, úgy, hogy ne csökkenjen az élelmiszerbiztonság színvonala. És mértük egyébként a lakosságnak a vélekedését is a koronavírusról, karanténkutatást indítottunk, ennek köszönhetően, ennek eredményeképpen egy élelmiszergyűjtést is indított a hatóság. Emellett elindítottuk a Nívót, egy chat alkalmazást, szintén az információ átadás érdekében valós idejű csevegő alkalmazás, amit ugye el lehet érni, nem kell külön alkalmazást letölteni, el lehet érni a hagyományos, megszokott csevegő alkalmazásokon keresztül is, és így egy 24 órás ügyfélszolgálati elérhetőséget tudunk biztosítani mindenki számára. A koronavírus járvány ellenére sem esett vissza drasztikusan az új autók iránti kereslet Magyarországon. Októberben közel 12 000 személygépkocsit helyeztek forgalomba. Ez többek között hozzájárultak a családi autókedvezmények, valamint az az elektromos autópályázat, amelynek keretösszege alig másfél nap alatt kimerült. A piac aktuális helyzetéről a gépjármű márka kereskedők Országos Szövetségének elnöke nyilatkozott televíziónak. A koronavírus járvány az elmúlt években tapasztalt autóvásárlási kedvet is nagymértékben megváltoztatta. A válságintézkedések és a gyárbezárások miatt áprilisban és májusban 50% feletti volt a visszaesés. Nyáron lassú visszarendeződés látszott a piacon, ami azóta is tart. Októberben összesen 11 946 új személygépkocsi eladását regisztrálták. A közeljövő ugyanakkor bizonytalan, az ügyfelek a nemrég bevezetett korlátozások hatására ugyanis inkább kivárnak ezekben a hetekben. Ugye nem véletlenül hívják az autókereskedelmet a gazdaság egyik legfontosabb hőmérőjének, ami azonnal reagál, akár a jó, akár a kevésbé jó hírekre. Látható volt az, hogy ahogy elindult a nyáron, azért szeptember második felén, október első napjaira már érezhető volt a bizonytalanság növekedése. Ugye ez együtt megy a Covid történettel, és innentől kezdve az ügyfelek ugyan jönnek, most is vásárolnak, de azért jelentős azoknak a száma, akik inkább úgy gondolták, hogy most nem az autóvásárlás a legfontosabb, hanem inkább tartalékot képeznek. Egyik oldalon maximálisan érthető, másik oldalon meg azt látni kell, hogy az idei ősszel márkakereskedésekben hihetetlen jó ajánlatok vannak, ami összefügg abban, hogy 2021. január 1-től további szigorítása lesz a károsanyag kibocsátással kapcsolatban a gyártóknak. Éppen ezért most a meglévő készleteiknek a kitisztítása, leépítése van folyamatban. Ezt ugye az elmúlt időszakban a forintnak a hektikus mozgása nem segítette, de az utóbbi napokban megint szerencsére pozitív irányban erősödésbe fordult a forint, és ez segítheti a vásárlókat abban, hogy nagyon jó kondíciók mellett tudjanak vásárolni. Mi a tavasszal már megmutattuk, az egész szakma, hogy miután az autókereskedelemben normál időkben is nem jellemző, hogy a szalonok tele lennének, ott mindig alapvetően időre vannak a megbeszélések ütemezve, tehát a márkakereskedések térben és időben szét tudják választani az ügyfeleket, betartják azokat az egészségügyi, biztonsági protokollokat, amit a szakemberek javasolnak. Ezért szerencsére az elmondható, hogy az ügyfeleink beáramlása nem csökkent drasztikusan. Elhiszik, tudják az emberek, hogy itt nem kell olyan veszélytől tartani, mint egy akár élelmiszer vagy egyéb áruház, ami dugig van emberekkel, és azok közül van ugye olyan is, aki nem, legalábbis korábban nem tartotta be a maszk viselésre kötelező szabályokat. A márkakereskedések ezt tavasszal és nyáron is, és most ősszel is szerencsére kiválóan tartják, ezért a bizalom nem csak felépült tavasszal, hanem megmaradt most ősszel is a márkakereskedésben, szalonokban dolgozók iránt. Egyébként a hagyományos trendek tovább erősödtek, az internetes érdeklődés az továbbra is nagyon magas, és az ügyfelek akkor jönnek be, amikor már elsősorban tesztvezetésről, vagy végleges szerződés előkészítésről van szó. Az új autók eladására vonatkozó évelei becslések még 155 000 jármű eladásáról szóltak, a szakértők azonban már csak 118 000 új személygépkocsi forgalomba állítására látnak esélyt az idén. A Magyarországon közlekedő járművek átlag életkora egyébként európai összevetésben még mindig túl magas. Ezt a problémát kívánják megoldani különböző klímavédelmi szabályozások és pályázatok. Az Európai Uniós döntés és a magyar kormány döntése is az, hogy a közlekedést kiemelt mértékben próbálják zöldíteni. Ugye ebben egy kettős folyamat van, egyik oldalról az elektromos autók támogatás minden várakozáson felülműködött. Ez azért is volt, mert nem csak a kormányzat, hanem a szakma is hozzátette azt, amit tudott. A kormányzat jól célzott, jól célozta meg azt a lehetséges vevőkört, akik aztán azonnal mozdultak is. Ne feledjük el, másfél nap alatt a teljes keret kimerült, pedig egy komoly keret volt. Tehát több ezer autóról szóló keret volt. Tehát ez mutatja, hogy a magyarok igenis nyitottak ezek iránt, a zöld járművek iránt, amelyek elsősorban a tisztán elektromos hajtásról szólnak. Persze a kínálat is jelentősen változott már, sokkal bővebb, mint akár egy évvel ezelőtt. A másik viszont, ami nagyon szomorú, hogy a használt autó importban továbbra is óriási mennyiségben érkeznek be azok a 15-20-25 éves autók, amelyek drasztikusan rontják a levegő minőséget az országban. Ami a károsanyag kibocsátást illeti, azt mindenképpen tudni kell, hogy az idei az egy átmeneti esztendő volt, hiszen volt egy derogáció, ami arról szólt, hogy a gyártók minden egyes általuk legyártott elektromos autót duplán számolhatnak be a kvótába. Ez 2021. január 1-től megváltozik, Egyik oldalról ugye az elektromos autó minden darabja most már csak egynek számít, másik oldalról pedig elindul a kis haszonjárműveknek is a szigorúbb szabályozása. Tehát mind a két területen avval számolunk, hogy tovább csökkenhetnek a motorvariációk, a különféle felszereltségi variációk, újabb modellek tűnhetnek el. Ezért is gondolom azt, hogy az őszi gyártói támogatásokkal, kedvezményekkel most érdemes vásárolni. Az új járművek iránti elmúlt 2 évben tapasztalt általános kereslet növekedéshez a kormány nagycsaládos autó kedvezménye is jelentősen hozzájárult. A program sikere a kereskedőket is arra ösztönözte, hogy bővítsék a 7 személyesek kínálatát, az árakat pedig hozzáigazítsák a pályázathoz. A családos támogatás továbbra is siker. Érthető, hogy a tavalyi év volt, amikor felrobbant a piac, hiszen sokan vártak már erre, de az idei tavasszal, nyár elején, az első hullám után újra beindultak a vásárlások, és ez egy stabil piaci szegmens, a kínálat is széles, tehát én azt gondolom, hogy ezen a területen is jó híreket mondhatunk. Ez az esztendő egy eléggé hektikus esztendő volt, nem csupán a vásárlói szándék, hanem a gyártói szállítási lehetőségek is. Sok esetben fél 3-4 évvel később érkezik meg a kiválasztott jármű. Nem mutatnak éppen ezért ezek pontos képet, de a márkakereskedő kollégák beszámolása alapján szerencsére töretlen az érdeklődés, a nagycsaládos támogatás, és miután a nagycsaládos támogatás egyébként összevonható az elektromos autó támogatással, ez is egy segítség, sőt, talán sokan nem tudják, hogy a rokkant támogatás is beszámít a nagycsaládos támogatásba. A nagycsaládok valóban azokat az autókat keresik, amelyek árérték arányban a legjobbak, és ebben vannak olyan, akár a Peugeot-nál, a Volkswagen-nél, az Opel-nél, a Ford-nál, amelyek eredetileg kis haszonjárműként látták meg a napvilágot, de ezeket a gyártók természetesen a kínálatba kerüléssel egy időben, rögtön személyautó változatban is kihozták. Ezekre a személyautókra alapvetően az a jellemző, hogy a középső üléssort, tehát nem a +2-t, hanem a középsőt, azt mindegyiket külön-külön támlával látják el, így a gyerekülések sokkal inkább elférnek, mint ott, ahol egy pad van hátul. Tehát a 3 gyerekülés ezekben az autókban elhelyezhető, és ezért ezeknek a népszerűsége nagyon magas. Legyen gyanús, ha olcsó kölyök kutyahirdetést találunk az interneten. Ilyenkor ugyanis valószínűleg egy szaporító szeretne megválni a csúnya szóval élve alacsony költségvetéssel előállított termékétől. Aki ilyen helyről vásárol kutyát, kellemetlen helyzetbe hozhatja önmagát, támogatja a felelőtlen állattartást, veszélyezteti a mama kutyát és a későbbi szaporulat kölykeit is. Csipbeültetés, rendszeres oltás, féreghajtás, jó minőségű táp, törzskönyvezés, szocializálás. Csak néhány dolog, ami egy lelkiismeretes, valódi epptenyésztőt jellemez. Ez mind időt, energiát és pénzt igényel, ezért a tőle vásárolt kiskutyának is magas lesz az ára. Ellentétben a szaporítóval, aki nem csipez, nem oltat, olykor csak moslékkal eteti a kutyákat. A lényeg, hogy kevés ráfordítással gyorsan nagy hasznot hozzanak neki a kölykök. Ezt pedig csak úgy lehet visszaszorítani, ha valaki kutyát szeretne, alaposan megnézi, honnan szerzi be. Erre az állatvédők is rendszeresen felhívják a figyelmet. Magyarországon elég élesen ketté válik ez a dolog. Másként látjuk állatvédői szemszögből, és másként látja egy átlagember. Számunkra, illetve hogyha hivatalosan akarom megfogalmazni, akkor minden olyan kutya szaporított kutyának, vagy szaporítós kutyának minősül, aki nem törzskönyvezett, illetve betegségekre szűrt kutyának az utódja. Tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy Magyarországon a kutyáknak a 80%-a körülbelül szaporított kutya. A tenyésztők kennelnében rendelkeznek, nagyon szigorú szabályok szerint működtetik ugye a saját kenneljüket, úgymond. Nem úgy történik ugye az utódás kérdése, ahogy például ezt egy átlagember elképzeli, hogy akkor van 2 tegyük fel tacskó kutya, most csak mondtam egy példát, és akkor egy fiú, egy lány, akkor majd nekik lesznek kölykeik, hanem nagyon komolyan szűrik őket. Minden fajtának vannak különféle fajtára jellemző betegségeik. Például ugye a tacskóknál, ha már őket említettük, ugye ez a tacskóbénulás, ami sajnos elég gyakori, tehát akár 4-5 éves korukban egy pillanat alatt lebénulhatnak ezek a kutyák. Német juhászoknál akár a displázia, a jorkiknál a légcsőszűkület, és ugye sok ilyet lehetne felsorolni. Nagyon sok ilyen fajta betegség van, a tenyésztők gyakorlatilag állatorvosi vizsgálatok tömkelegével kezdik, hogyha szeretnének ugye utódokat a tenyészkutyájuknak. Maga a pár választása is egy nagyon komoly kritérium alapján történik. Mi ismerünk azért tenyésztőket, nagyon becsületeseket, és akik nagyon komolyan veszik a szakmájukat, az ő feladatuk gyakorlatilag az, hogy a fajta jelleget tökéletesítsék, és ugye a hibás egyedeket ne szaporítsák, vagy ne tenyészték tovább, hiszen ugye ennek köszönhető ez a rengeteg genetikai betegség, illetve akár a daganatos megbetegedések is, amik mostanában egyre sűrűbben előfordulnak a kutyáknál is, ez ugye nem volt jellemző. Ugye tény is való, hogy a kórházi költségek nem olcsóak, viszont a tenyésztők rászánják a pénzt, tehát különféle szűrések, könyökdiszplázia szűrése, csípődiszplázia, genetikai szűrések, tehát mind-mind ezzel kezdődik. Hogyha úgy ítélik meg, hogy egy kutya alkalmas arra, hogy utódai szülessenek mindenféle tekintetben, akkor ugye a párkeresés következik. Ismerünk olyan tenyésztőt egyébként, aki például több ezer kilométert is hajlandó utazni azért, hogy ugye egy tökéletes külföldi másik kutyát találjon ugye partnernek a saját kutyájának, tehát ugye a vérvonal tökéletesítése az nagyon fontos. Az ilyen emberekből nagyon kevés van Magyarországon is, és mi ezt nagyon sajnáljuk egyébként, hiszen nem zárkózunk abszolút el a fajta tiszta kutyáktól, bár nekünk ugye a keverékek a szívünk csücskei, viszont nagyon tiszteljük azt a mérhetetlen munkát, amit a tenyésztők beletesznek ebbe az egészbe. Fontos azt is megemlíteni, hogy a hivatalos tenyésztőktől senki nem fog tudni 30-40-50 ezer forintért kutyát venni, tehát ezt mondhatjuk azt, hogy ezt ugye el is lehet felejteni ezt a kérdést, illetve ezt az árkategóriát. Teljesen mindegy, hogy az eladó tenyésztőnek állítja be magát. Egy normálisan végigvitt tenyésztés alatt megszületett kiskutyának az ára az egy ilyen 150-200 ezer forintnál kezdődik fajtától függően, viszont nem ritka az sem, hogy egy ilyen 5-600 ezer forintokat is elkérnek tenyésztők egy-egy kiváló vérvonalú kutyáért. Szaporítás az egy másik dolog. Sokan ugye a szaporítást kétfelé bonthatjuk, vannak olyan szaporítók, akik igazából nem szándékosan szaporítanak, hogy így fogalmazzunk, hanem egyszerűen csak tudatlanságból, vagy olyan furcsa indokokból, hogy szeretnék, hogyha az anyakutya egyik utódja majd később pótolná ugye az anyakutya elvesztését, ha erre sor kerül, családi okok miatt, legyen a gyereknek kiskutyázós öröme, vagy kismacskázós öröme, és hát ez azért elég rossz dolog, hiszen nem gondolnak bele ezek az emberek abba, hogy ez is egyfajta szaporítás, és ez is elítélendő, hiszen rengeteg kutya születik feleslegesen Magyarországon. Egy-két kiskutyában gondolkodnak, de természetesen nem ennyi születik, hanem megszületik egyszerre 8-10, majd rájönnek, hogy eladni nem nagyon tudják őket, de még ha el is tudják adni, akkor is ugye egy ilyen pár ezer forintért, vagy akár 10-20 ezer forintokért tudják továbbadni, ez okoz egy minimális anyagi hasznot. Ebből a rétegből van a legeslegtöbb egyébként Magyarországon, hogyha nem is tud pénzt elkérni érte, akkor ugye azt mondja, hogy szétosztogattam ismerősök között, nagyon jó helyekre kerültek, nyugodt vagyok, boldog vagyok, és kész. Viszont ezek az emberek nem igazán követik nyomon azt, hogy a náluk született kiskutyáknak mi lesz a későbbi sorsa. Egy tenyésztő mindig ott fog állni a vásárló mögött, tehát bármi történik, egy normális, hivatásos tenyésztő vissza fogja venni akár évekkel később is az adott kutyát, hogyha bármi történik vele. De természetesen egy kis Pista bácsihoz hiába megyünk vissza 3 év múlva, hogy hát csókolom, öntől vettük ezt a tacskót, és hát lebénult, ő nem fog tudni ezzel mit kezdeni, és nem fogja érdekelni a kutyának a további sorsa, tehát meg kell nézni azt is, hogy kinek adunk oda kiskutyákat, ha már egyszer ugye szaporítottuk az anyakutyát, illetve azt is meg kell nézni, hogy kitől veszünk. És hát ugye a harmadik réteg, aki egy ilyen kis plusz réteg, úgymond Magyarországon nem is annyira kicsi, akik viszont nagyon nagy volumenben űzik ezt az egészet. Rengeteg ilyen esetről olvashatunk a közösségi médiában, amikor is állatvédő szervezetek sokasága összedolgozva különféle taporító telepeket buktat le, hogy így fogalmazzak. Ilyen helyekről akár 100-150 kutyát is elhoznak egyszerre. Ezek valódi, kőkemény és borzasztó állapotú szaporító telepek a szó legszorosabb értelmében. Ezeken a telepeken általában pici ketrecekben élnek a kutyák. Nem véletlen, hogy leginkább a divatkutyákat szaporítják ugye ilyen helyeken, hiszen kis helyen is elférnek, tehát itt most gondolok a bisonokra, yorkikra, mopszokra, francia buldogra, tehát azokra a kutyákra, akik mostanában nagyon divatosak, ők ugye kicsik, kis helyen elférnek, általában egy ilyen 1x1 méteres kis szűkketrecbe betesznek egy kant és egy cukát, a cuka ugye vemhesül, majd életet ad a kölykeinek. Ezek a tenyészkutyák általában 3-4 éves korukra úgy néznek ki, mintha 15-16 évesek lennének, hiszen gyakorlatilag megállás nélkül fialnak, nekik ez a dolguk úgymond. Nagyon szörnyű ezt kimondani, de vannak olyan kutyák, akik soha az életben nem látnak napfényt vagy friss levegőt, mert egész életükben be vannak zárva ezekbe a kis lyukakba, és csak fialnak vége láthatatlanul. Tehát amikor a szaporító telepek lebuktatói, ugye a szervezetek rájuk találnak, vagy bejelentés érkezik, akkor általában már annyi betegségük van, hogy nagyon-nagyon nehéz őket meggyógyítani ebből. 3-4 éves korukra tele vannak daganatokkal, hatalmasan nő a körmük, írtózatosan fogköves a foguk, illetve hát a közelmúltban volt egy olyan eset is, amiről véletlenül az egész ország értesült, ez a karcagi szaporító telep, amikor elvágták a kutyáknak a hangszálait, egy külföldi állatorvos egyébként átment erre a településre. Ez abból a célból történt, hogy a kutyák ne ugassanak, ne legyen hangjuk, és ne figyeljenek fel rájuk. Kis fehér szöszmös kutyák voltak egyébként, nem igazán fajta tiszták, de hát ugye egy picike, fehér, puhabundás kiskutyát gyakorlatilag bárminek el lehet adni. Elég, hogyha csak fehér és puhabundás, rá lehet fogni azt is, hogy veszti, azt is, hogy bison, azt is, hogy bolonyéz, havanyéz, igazából mindegy. A vevőnek sok esetben nem számít. Ezek a kiskutyák egyébként fel vannak általában dobva internetre, vagy kiviszik őket egy piacra, vagy egy parkolóba, vagy vagánoldalakon hirdetik, és hát ugye a vásárló nem igazán nézi meg, hogy kik a szülők, vagy hogyan élnek, milyen körülmények között, csak azt látják, hogy milyen szép tiszták ezek a kiskutyák, de hogy a szülőkkel mi történik, vagy mi van velük, azt nem látják. Olyan esetről is hallottunk már egyébként, amikor volt kifejezetten két olyan kutya, egy pár, egy cuka és egy kan, akik a családnak az otthonában úgymond alibi kutyaként léteztek, és hát mellette ugye pár utcával lejjebb volt egy nagyon durva szaporítótelep, és amikor az érdeklődők meg akarták nézni a szülőket, akkor ugye ezt a két habos-babos mintakutyuskát mutatták meg, mint szülőket. Természetesen az igazi szülőkhöz semmi köze nem volt ennek a dolognak. Úgyhogy ilyenről is hallottunk már, de nyilván nem szeretnénk ötleteket adni senkinek. Szóval nagyon, nagyon komolyan meg kell nézni, hogy kitől vásárolunk, és hogy esetleg kinek adunk tovább kutyát, ha véletlenül besikeredett egy felesleges taporukat. Ha mindenképpen fajta tiszta kutyát szeretnénk, azt mindenképpen tenyésztőtől vásároljuk meg. Néhány kérdéssel felmérhető, hogy valódi tenyésztővel van-e dolgunk. Ilyen például, hogy mióta tenyészti az adott fajtát, mennyi ideig élhet a kiválasztott fajta, könnyű a tanítása, illetve hogy milyen típusú szerződést vagy biztosítékot kell aláírni egy kölyök kutya megvásárlásakor. Egy lelkiismeretes tenyésztő mindig megfelelő otthont szeretne a kiskutyáknak, így legyünk felkészülve arra, hogy nekünk is tesz majd fel néhány kérdést. Ha ez nem így történik, kezdjünk gyanakodni, nem szaporítóval állunk-e szemben. És ennyi fért ma 35 perc című műsorunkba, hogyha tetszett az adásunk, tartsanak velünk legközelebb is. Mára köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!